Szeptember 1 elindult a 2021-22-es tanév. Mik a tapasztalatok? Hány kisdiák kezdte meg tanulmányait az Zala Általános Iskolában? Ez nagyon fontos esemény. Ez a szeptember 1 szerintem mindenkinek akár van gyermeke, akár nincsen, hiszen mi is ebben nőttünk fel, hogy tanévek szerint nagyon sokáig jártunk iskolába, és nyilvánvalóan a szülőket is érinti, de legjobban természetesen a pedagógusokat és a gyermekeket érinti az iskola kezdés. A legfontosabb az, hogy jelenléti okta oktatással kezdődött el, hogy hiszen sajnos hozzászokhattunk, hogy a pandémia alatt a digitális oktatásra áttértek, most jó, hogy betartva az OVI intézkedéseket jelentéti oktatás van, és el kell mondani, hogy az általános iskola első évfolyamában két osztály indult el, a gimnáziumban pedig a kilencedik évfolyamon pedig egy osztály. Azért fontosak ezek, hogy a gimnáziumnál, hiszen Emlékezhetnek a tisztelt nézők, hogy ez egy fontos döntése volt az akkori önkormányzatnak, hogy megtartjuk, meg akarjuk tartani a középfokú oktatást, szeretnénk azt, hogy középfokú oktatás legyen Zalaszengróton, akkor még mi hozzánk önkormányzathoz tartozott a fenntartás és a működtetés a gimnáziumnál, most már a tankerületnél, úgyhogy ez egy nagyon fontos momentum volt, és most is örülünk neki, hogy sikerült egy osztályt indítani, az általános iskoláinál az alsó tagozatnál, az első tagozatnál viszont azt látjuk, hogy a Kehidai Általános Iskola kicsit agresszíven próbálja elszipkázni a gyerekeket, akár Zalaszengrótról is, és több Zalaszengróti gyermek is Kehidai iskolában kezdett, vagy oda jár. Sajnos észrevettem azt, hogy egy Zalaszengróti önkormányzati képviselő is az élére állt ennek a, az elszipkázásnak. Kicsit furcsának tartom, hiszen önkormányzati képviselőként inkább Zalaszengróti érdekeit kellene képviselni, hiszen jó az iskolánk, a, a körülményeket, a tan kerület tartja fel, de ugye nyilvánvalóan, hogy Zalaszengrót Város önkormányzat is segíti, hiszen most például egy tárgyalásban vagyunk, hogy játszótér elemeket szeretnénk az iskola udvarra még pluszba telepíteni, itt még a tankerülettel kell ezt lefixálni, hiszen ők a, a, a fenntartók. Úgyhogy minden adott ahhoz, hogy Zalaszengróton egy jó oktatás legyen, ha a gyermekeknek egy jó színvonalú oktatás legyen, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy hogy az Zalaszengróti általános is iskolába, írassák az elkövetkezendőkbe és a gyerekeket, hiszen ez a közös érdekünk. Mint minden évben, az idén is az önkormányzat megörmendeztette az iskolába induló kisdiákokat. Mi volt ez? Ugye Zalaszengrót városa és Zalaszengrót város vezetése, az önkormányzat nagy része azért ö, odafigyel a gyermekekre, és tényleg, hogy kicsit jobban kezdődjön az év, ez már meg lehetett szokni, hogy évről évre kis pólóval ajándékozzuk meg az elsősöket. Most ugye nagy tanévnyitó nem volt, kettő bontották a tanévnyitót, de így is az igazgatóasszonynal végigmentünk, és minden elsős kisdiáknak az általános iskolába, a általános iskolába is ezzel kedveskedtünk, és a kilencedikeseknek is egy más típusú pólóval. Emellett még, el kell mondani, az óvodába is elkezdődött a tanév. Ott is voltunk, krétát adtunk a gyermekeknek, színeszerúzált az első napon az iskolába menő gyermekeknek. Tehát minden feltételt mi szeretnénk biztosítani, hogy jól érezzék magukat, és a szülők is, mármint, hogy a pénztárcájuk is jól érezze magát, hiszen nálunk már az is megszokott, hogy Ovoda óvodakezdési támogatás, van iskolakezdési támogatás, amit szeptember 30-ig kell benyújtani a kérvényeket, és utána állapítja meg a, a, az önkormányzat az, hogy mennyivel járul hozzá az iskolakezdés költségeihez. Tehát el lehet mondani, hogy az támogatja a családokat, támogatja a gyermekeket, és támogatja az általános iskolát és az oktatási intézményeket. Szeptember 6-án a Csáfordi Művelődési Házban került sor a városrészi egyeztetése. Mi volt a téma, és milyen megállapodása jutottak? Az elmúlt másfél évben a minden a pandémiáról szólt, és nem tudtunk megtartani azokat a városrészi fórumokat, amit egyébként várnak az ott élő lakosok is, elmondhatják a problémáikat, mi beszámolhatunk, hogy mit sikerült megtennünk. Mi törekszünk arra, hogy azért kapcsolatot tartsuk a városrészben élőkkel is, mint mindennapjainkban, akár személyesen is. Viszont van ez a tanácsadó testületi ülés, amit havonta mindig más-más városrész, ben tartunk meg is, ahol a városrész vendégül látja a tanácsadó testületnek a tagjait, itt most Csáfordon voltunk, ahol mind az önkormányzat vezetése, polgármester, mind a tanácsnok urak, egyrészt a rendezvényekért felelős tanácsnok úr Gerencsér István képviselő úr, és a másik tanácsnok pedig Balogábor Gábor tanácsnok úr, aki meg a város üzemeltetésért felelős tanácsnok úr is beszámolt. Egyrészt a mi különböző problémák, amik felmerülnek működés közben, másrészt meg, hogy átbeszéltünk átbeszéltük mindazokat a rendezvényeket, amit a város részbe szeretnék tartani, Zalaszengrótnak a belvárosba, központi részén tartunk. Én mindig azt mondom, hogy egy vitákkal teli megbeszélés, ami egy hasznos megbeszélés, hiszen a vita az előbbre visz minket, de egymás tiszteletben tartó viták. És ez a fontos, hogy el tudunk úgy ülni egymással, hogyha még nem is ugyanaz a véleményünk egy adott dologról, de tiszteletben tartjuk a másik embert. Most is egy ilyen megbeszélés volt, amit egyébként folytatni fogunk, hiszen a következő hónapban koppányba, az alakoppányba megyünk el, utána pedig majd itt a városban látjuk vendégül a tanácsadó a testületnek a tagjait. Olyan adhok jellegű nagy problémák nincsenek. Ugye koppányba látjuk ezt, a, a, ahogy érkezünk be, ott a part oldal megszakad, de ott azt megállapodtunk abban, hogy, hogy ahelyett, hogy, hogy nekiugranánk, és hogy most valamit csinálnánk, és lehet, hogy nagyobb kárt okoznak, szakember segítségét veszük igénybe, hiszen egy partfalhoz nyúlni azért ez nem egy olyan egyszerű dolog ne, hogy nagyobb problémát okozzunk. Tehát ez is fontos, hogy hogy a, a, a problémáknak a megoldása az olyan jellegű, akár bizelvezetéssel, úttal kapcsolatban, amit mi nem tudunk, tehát most ez jó indult mondani, hogy józan megoldani, vagy egy alapból, akkor nyilvánvalóan nézzük meg, hogy a, a szakembereket ö, vegyük igénybe, hiszen ö, ők azért tanultak, hogy hogy az, az adott problémát megoldani. Csak egy hasonlatot mondanék, hát nyilván mi sem, azért megyünk orvos nagyobb baj van, mert ők értenek hozzá, ezt tanulták is, és el tudják mondani, hogy mi az a, a protokoll, ami szerint meggyógyulhatunk, de nyilvánvalóan mondjuk egy kisebb horzsolásra pedig nem megyünk, hiszen ezt meg tudjuk oldani. Tehát így, így működünk mi is, amihez szakember kell, ott megkérjük a szakembernek a véleményét, amihez pedig mi meg tudjuk oldani, azt meg természetesen megoldjuk, de el kell mondani azt is, hogy itt a városrészeknél, amikor mondjuk a, problémának, vagy a, felvetett problémáknak egy részét az már sikerült orvosolni, ez főleg inkább a kaszállással kapcsolatos tevékenységek voltak, ezeket is már ugye az önkormányzati Kft. végzi ezeket a feladatokat, ezeknek is egy részét már megoldottuk, tehát minél régebbi a rendszer, vagy benne vagyunk jobban ebben a rendszerben, annál jobban látjuk, hogy gördülék ebben működik augusztus végén egységes hirdetőtáblák kerültek ki a város több pontjára. Mi volt az önkormányzat célja ezekkel a táblákkal? Ugye ez nem csak maga a hirdetőtáblára szól, ez egy hosszabb kommunikációs a stratégiának a része, és megint csak vissza kell nyúlnom. Lehet, hogy már unalmas itt a pandémiára, de ott láttuk azt, hogy, hogy a kapcsolattartás milyen fontos. És ugye most már 21. században látjuk, hogy a telekommunikációnak, az internetnek hála személyes jelenléten kívüli kommunikáció is megoldott, megoldható, de de látjuk azt, hogy az embereknek szüksége van a régi technikákra, és most gondolok itt a hirdető Többes funkciója van a hirdetőtáblának. egyrészt a városképe, letisztítani, a vadplakátolást meg szeretnénk szüntetni, tehát ez a, látják a városban, ezt a mindent tele ragasztunk. Lesz egy egységes platforma, mint egy működtetésbe oda fel lehet ragasztani, ez előzetes akár engedéllyel, lesz majd olyan hirdetőtábla is, ahol a lakossági célú hirdetéseket térítésmentesen föltehetik, de az ne legyen, hogy egy szomszédos városból vagy valamiből tele rakják bármilyen koncerttel, diszkóval minden házfalat, üveget, hanem itt lesz, ennek meg lesz a feltételrendszere. Jobb lesz az a kommunikáció már, mint az alszengróti rendezvényekkel, hiszen mindig előttünk vannak, ez most öt darabot helyeztünk ki, de tervezzük a bővítését, és emellett, ami még nagyon fontos, megújul az Alszengrót város honlapja, már folyamatban van a, a, megújítás, ami megint csak 21. századi modern technika letesztelve, minél könnyedebb legyen az információhoz jutás, egyrészt a helyi lakosoknak, ami minden az ügyintézéssel kapcsolat, lesz majd egy olyan része, ami az ide látogatóknak, vagy inkább a városról szól, és lesz egy olyan része, ami a gazdasági élet szereplőihez pont a befektetés ösztönzése az, amit az Alszengrót városba azért egy jó pár éve elkezdtük. Emellett városi applikációt is tervezünk, aminek a használata azért is fontos, mert szeretnék egy olyan könnyen hozzáférhető bejelentés funkciót, amivel pont a lakossággal való párbeszédet szeretnénk gyorsítani, tehát ha találkoznak egy hiányzó csatorna fedéllel, letört ággal, vagy bármilyen problémával, vagy egy nem még a közvilágítás csőtörés van, akkor egyből jelenthetik, és, és utána már ugye a kollégáink látják, nem kell bejönni, nem meg lehet állítani az utcán, hiszen ezért vagyunk, de, de, van más lehetőség is, hogy ezt jelezzék, ezt folyamatosan nézzük. Ez egy nagyon fontos dolog lesz az, hogy, hogy itt tartsuk a kapcsolatot, hiszen mi azért vagyunk, itt a városban az -Grót város vezetése, hogy az itt élő embereknek az életét jobbá tegyük. És ezek a kis apró problémák, amit egyébként látnak és jelezni fognak, ha ezeket helyre tesszük, nyilvánvalóan jobb lesz az embereknek a közérzete, emellett pedig ugye az időjárás, állomást, amit már jeleztem, hogy szeretnénk az araszengróton egyet létrehozni. Ezt már az időkép nevű internetes oldala beszéltem, tehát az ő rendszerükhöz csatlakozok, ez is hamarosan meg lesz. Tehát minden olyan funkció lesz rajta, ami az embereknek a mindennapi életét véleményem szerint megkönnyíti.